Harmat József hitoktatót kérdeztük a kisteleki hittanosok betlehemes előadásairól és a gyűjtésről. Lezajlottak a kisteleki hittanosok betlehemes előadásai is Kisteleken. Ennek kapcsán kérdezzük Harmat József hitoktatót. Köszöntöm Önt, akkor beszéljünk is arról, hogy ugye alapból 30 éve van a kisteleki betlehemesek, és miért is fontos maga ez a betlehemezés? Hát ennek az én életemben is hosszú története van, de Magyarországon még inkább, mert 1400-as években Zsigmond király udvarába vitték először Jézus születésének történetét felnőttek betlehemezés céljára. És ez azért volt fontos, mert ugye Magyarország történelmet nagyon sokszor megzavarták mások. A templomok elnéptelenedtek például a töröki dúlás idején is, és elmentek az emberek, elbújkáltak nádasokba, de ugyanakkor, mivel hívő emberek voltak, és Szent Istvánnak köszönhetően, aki ugye Máriára és Jézusra mutatott a fiának és Szent Imrének, hogy tartsd meg a hitet, mert az tartja meg országunkat, ezt a betlehemezést, mint egy missziót tartotta meg a magyarság. És a nádasok közepette megépítették a kis betlehemi istállót, ott volt a nád, abból könnyen tudták, és az emberek, mikor hallották, hogy jönnek a betlehemesek, akkor a nádasban összegyűltek, és a Jézus születésének története megelevenedett ott a nádasban, élővé vált az a történet, ami akkor ott a szegény betlehemi istállóban. Tehát ennyire fontos volt a régi magyaroknak is, hogy a hitet, ez a betlehemezés, amikor nem lehetett szentmiséket tartani, mondom, a templomok elnéptelenedtek, a betlehemezés tartotta meg a magyaroknak a hitét. Hát az én életemben pedig ez főiskolás koromban kezdődött, én matematikai énekszakos tanár vagyok, az alapdiplomám az agy, és az akkori főiskolai énektanárom fogta össze az énektanszéknek a leendő tanárait, és csinált egy 200 fős betlehemest, akkor a nagy sportcsarnokban Szegeden. Na akkor éltem át először, hogy mit jelent az, hogy azok az emberek, akik amúgy nem templomba járok, vagy lehet, hogy nincs is hitük, de ott, amikor mi 200-an előadtuk és énekeltük a mennyből az angyalt, meg amikor megszólalt Mária, magasztalja lelkem az én Uramat énekével, és az a rengeteg több ezer volt ugye közönség a sportcsarnokban, egy gombostűt nem lehetett leejteni, tehát akkor azt éreztem, hogy na ennek van jövője. És úgy néz ki, hogy Kisteleken is, amikor én ide kerültem visszaelvégezve a főiskolát, és hozzákezdtem ez a hagyománynak az ébrezgetéséhez, először Frányudi tanárnővel jártuk végig a várost kis csapatunkkal, akkor még éjfélig betlehemeztünk, mentünk a családokhoz, és annyian hívtak bennünket, hogy aztán már nem tudtuk ezt teljesíteni, mert akkor hát minden nap ezzel telt volna a karácsonyi szünetből, és akkor határoztam el, hogy hát akkor itt van ez a templom, és ugye hitoktató lettem mellette, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egy nekem is egy misszió, és hogyha ennyien szeretik Jézus születésének történetét, akkor jöjjönek el az emberek mégiscsak a templomba, és nézzék meg itt. És éppen ma reggel itt egy csoportot vezettem, Tömörkényről jöttek gyerekek, katolikus iskolások, és a templomot mutattam be nekik, és amikor bejöttek, akkor rögtön meglátták a betlehemes kellékeit, és akkor azt mondták, hogy de szép, de jó, mi történt itt? Tehát a betlehemezés az mindig fölhívja a figyelmet arra, hogy az életünkben valami új kezdődik, valami szép történik. És ha ezt egy gyerek is észreveszi, ha egy idős is ezt meghálálja, és megköszöni az utcán, most is jöttem reggel, tehát nem tudok úgy végigmenni a biciklivel, hogy én biciklivel járok a városba, hogy ne állítanának meg, hogy köszönjük, tanár úr, hát akkor már ez nekem egy nagy tüzet ad, és erőt ad. És sokan megkérdezték, hogy nem fáradok el, ugye 7-szer adtuk elő, 7 nagy volumenű előadásunk volt, és hát ennyi gyereket mondják, hogy a színházban nem mozgat meg egy rendező, nem, hogy egy tanár, aki hétköznap is ugye óráimon helytállok a plébánián, temetések, tehát nagyon sok volt most ezen a karácsonyi időszakban, és megcsináltuk. És azért csináltuk meg, mert telve van a templom, és már nincs ülőhely, hátul már oda kellett szólnom, hogy legyenek szívesek hátul, akik állnak valahogy elhelyezkedni, mert a szereplők nem tudnak bejönni, megmozdulni. Hát ez az öröm az ember számára, és ez az igazi karácsonyi ajándék. Hogy ilyen nagy, hát mondhatjuk, hogy a templomunk ugye 2000 lélekszámú befogadó, hogyha állóhelyeket is tekintünk. Tehát, hogy 7-szer ezt meg tudjuk tölteni, a mai világban ez nagyon nagy dolog. Amikor voltunk Brüsszelben az Európai Parlamentben, ott, hogy elmentünk a képviselők szobáiba, és akkor ott is ugye köszöntöttük a betlehemessel őket, ők is ugyanezt mondták el, hogy ma ugye Európában nagyon sokszor a kereszténységet üldözik. Nem tartják fontosnak. Jöjjön a globalizáció, majd ők megmondják a tutit.
Hát elnézést, de Jézus egyszer már megmondta a tutit. Tehát annál újabbat, hogy béke, bizalom, szeretet, segítőkészség, tehát a keresztény értékeknél jobbat soha senki nem fog kitalálni. Mi a betlehemesünkkel ezt visszük el az emberekhez, ezt szeretnénk továbbadni, hogy ezt éljük meg egymás között, mert másképp a 21. század embere elveszett. Ugye mondtam, hogy 7 nagy előadásunk volt, 7 helyre mentünk, itt nagyon sokszor előadtuk a templomban, itt több százan látták, óvodásoktól kezdve gimnazistákig, illetve Kistelek város lakói, de elvittük azokhoz az emberekhez is, akik nem tudnak kimozdulni, mert már önálló életre képtelenek és segítségre szorulnak. A Napsugár otthonba is jártunk, a mozgáskorlátozottak karácsonyán is jártunk, és ott is mindig megható az a taps, az a köszönet, amit felénk kapunk az idősektől, a betegektől, és hogy együtt éneklik ők is velünk ezeket a régi magyar karácsonyi énekeket, és az is érdekes, hogy a szereplők is ott hatódnak meg ilyenkor legjobban, amikor azt látják, hogy olyan emberek, akik betegek, akik már nem tudják magukat önállátásra berendezve az életüket élni, hanem rászorulnak más segítségére, ma a gyerekek elől ez el van titkolva. Ma a tévében csak a fiatalság, meg csak a legújabb, meg a legszebb dolgok kerülnek elő, de ott szembesülünk ilyenkor az, hogy az élet mulandó. És a betlehemesünkkel, amikor oda jutunk, akkor a gyerekek ott megtapasztalják, hogy az az ember, akiről már lehet, hogy lemondott a társadalom, lemondott a munkahely, lemondott a család, az is ember, annak is vannak érzései. Az is vágyik arra, hogy szeressék őt, hogy találkozzon fiatalokkal, és olyan jó itt, amikor a gyerekekhez oda mennek az idősek, és megköszönik, és sírnak, és érzik a gyerekek, hogy valami szépet és jót tudtak adni. Hát ez az életnek az értelme, hogy a fiatal és az idős együtt tapasztalja meg az életnek az értelmét. És ezeken a helyeken bizony van rá mód. Úgyhogy nagyon nagy köszönet azért, mert az emberek nem titkolják az érzéseiket. Én úgy érzem, hogy Kisteleken, hogy már mondtad, 30 éve itt vagyunk a betlehemesünkkel, elfogadtak bennünket olyannyira, hogy már novemberben kérdezik, hogy ugye készülünk, ugye lesz. Köszönjük azoknak az időseknek, betegeknek az érzését, akik felénk tárják, mert nagyon sokszor azt érezzük, hogy a világban ezek az érzések nem megélhetők. Eltitkolja a világ, hogy reklámok azok másként működnek, gyorsan új információhoz jutni, a gyerek ehhez van hozzászokva, nincs időnk a várakozásra, az igazi érzelmek megélésére, de itt ezt is megkapjuk. Úgyhogy köszönet ezeknek az időseknek, betegeknek, hogy befogadnak bennünket, és az egész városnak, aki már 30 éve várja, hogy karácsonykor betlehemes legyen, és hogy sokszor mondják, Harmat József tanáról még meg tudja tölteni a templomot a betlehemessel, ennek nagyon örülök. Máshonnan is nagyon, karácsonykor nagyon sokan odajöttek hozzám a Szent Mise végén, voltak itt Tömörkényről, Baksról, Csengeléről, tehát nagyon a környékbeli járás településeiről, így mondták, hogy már a tanár úr betlehemes az már fogalom nálunk, mert már annyi minden szépet hozott vele. Hát ez azért is lehet, mert mi még a 30 év alatt egyszer se adtuk elő ugyanazt. Ez annak köszönhető, hogy mindig más szempontból próbálom Jézus születésének a történetét megvilágítani, illetve annak, hogy a nagyobb gyerekek, a nagyobb szereplőim már segítenek, és nekik is vannak ötleteik, hogy hogy lehetne aktualizálni a mai ember számára. Na ez történt meg most az Időutazás című betlehemesünkben, mert azok a szófordulatok, a gyerekek, amit ma használnak egymás között, azok bekerültek a betlehemesbe, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon szíven találta az embereket, és hogy elmondják, hogy mekkora igazságot hordozott most a betlehemesünk, ennek én nagyon örülök. Úgyhogy a 7 előadásunk rengeteg embert megmozgatott, annak meg külön örülök, hogy az előadás végén mindenkit be tudtunk kapcsolni, a kötelező versenydalunk a Mennyből az angyal, amit 5 verszakkal kell énekelni, és akármelyik előadást befejeztük, mindenki bekapcsolódott szó nélkül és énekelte velünk. Ez is nagy eredmény, hogy ma az emberek, amikor néznek valamit, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy ó, vége van, mehetünk haza. De így, hogy résztvevővé váltak a kicsik, az idősek, a betegek, mindenki, megmozdult a szíve, lelke benne, és talán ezért is nagy eredmény ez, mert ő maga is szereplővé válik, és óhatatlanul is bekapcsolódik ebbe a betlehemesbe. Úgyhogy én köszönöm szépen a városnak, mindenkinek, aki segített bennünket. Az adománygyűjtés ugye az január 20-áig zajlik. Január 13-án egyébként megszálljuk a várost. Az önkormányzat kis buszával útnak indulunk, és
Minden boltba, ahol ki vannak helyezve az adománygyűjtő ládikóink, oda elmegyünk, és egy rövid betlehemest tartunk, és ott megmutatjuk magunkat, és ott is mindenkinek megköszönjük, dolgozónak, vevőnek, aki ott éppen van, hogy mellénk álltak ebben az adománygyűjtésben is. Annyit tudok mondani, hogy már föl kellett bontani a templomban lévő két nagy dobozunkat, mert úgy megteltek a híveknek és a gyerekeknek, illetve a karácsonyi hangversenyre eljött embereknek köszönhetően, tehát eddig 400 ezernél több forintocska gyűlt össze. Nagyon nagy dolog az, hogy az óvodások 200 forintjai, az iskolások 200 forintjai, a gimnazisták 200 forintjai, ez mind-mind ebből jött össze, illetve a felnőttek, amit ugye bedobáltak a dobozokba a hangverseny és a betlemes eladás végén. A mai világban úgy gondolom ez nagyon nagy dolog, mert nagyon sok visszajelzés érkezik, hogy ekkora összeget csak Kistelek tud összegyűjteni, a környező településeken még erre nem volt példa. Úgyhogy én nagyon köszönöm mindenkinek, ovisnak, iskolásnak, gimnazistának, nyugdíjasnak, felnőttnek, dolgozóembernek, polgármester úrnak, aki annyi mindenben segített, mert azt is el kell mondanom, hogy a betlemesünk, amikor elkezdtük az elsőt előadni a templomban, minden elromlott a templomban, fűtés, világítás, hangosítás, és hát tényleg mennyből az angyal jött hozzánk, mert mindenki ott hagyta a munkáját, a szerelők, és jöttek pincétől a padlásig, a kupoláig mentünk, és mindenki ingyen ajándékba adta a munkáját, úgyhogy amire jöttek az ovisok, addigra tudtam fűteni, tudtam világítani, volt hangosítás, úgyhogy minden helyreállt, ez is azt bizonyítja, hogy vannak jó emberek, akik közöttünk élnek, és fontosnak tartják, hogy Jézusnak az örömhíre továbbadódjék Kisteleken. Köszönöm nekik. Kettő kisteleki festő felajánlott licitálásra képeit, amit ugyanúgy a gyűjtésbe lesz majd elhelyezve, elküldve. Erről mit tudhatunk, hogyan is zajlik ez, hogyan is áll a licitálás? Igen, Hódi Katalin festőművész és Csányi Lévi ajánlott föl képeket. Összesen 3 kép van itt a templomban kiállítva, tehát ez bármikor itt meg lehet személyesen is tekinteni. Az 50 ezer forintos kép az most 60 ezeren tart már. A másik 2 képért még 10 ezer forintnál tartunk, tehát többet nem ajánlottak. Január 15-ig lehet a képeket megtekinteni, és akkor lezárul a licit, tehát vagy nálam személyesen itt a templomban bármikor, vagy pedig az interneten is fönt van a Betlemezők csapata Kistelek címen, ott is meg lehet nézni a képeket, és ott is lehet jelezni, hogyha szeretné valaki segíteni a Betlemes csapatnak segítőkész szándékát. Ugye tudjuk jól most már, hogy a háború sújtott a Kárpátalján maradt árva gyermekekért tesszük meg ezt. A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatását hallhatják a 2022-es tűzesetekről. 2022-ben 3 ember halt meg lakástűzben vármegyénkben, 11-en pedig megsérültek szénmonoxid mérgezésben. 2022-ben megyénkben összesen 268 lakástűz keletkezett, ami 23-mal több, mint 2021-ben, ez 10%-os emelkedést jelent. Az év folyamán több mint 2800 négyzetméternyi épített terület égett le, ez átlagosan helyszínenként mintegy 10 négyzetméteres tüzet jelent. A lakástűzekben Csongrád-Csanád vármegyében 3 ember vesztette életét, míg 2021-ben 1 ember halt meg lakástűz miatt. 35 ember sérült meg, ez 17%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Többségük füstmérgezést szenvedett. A lakástűzek oltásához összesen 531 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltóknak 156 munkaórára volt szükségük az oltáshoz. A leghosszabb beavatkozás 6 órán át tartott. A tűzesetek pontos keletkezési helyének, okának és körülményeinek tisztázása érdekében 11 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A leggyakrabban nyílt láng használata, elektromos probléma, a fűtési rendszer hibája, főzés vagy dohányzás vezetett tűzhöz. 7 otthon viszont szándékos gyújtogatás miatt gyulladt ki, ez egyel több, mint az előző évben. Az egyik legnagyobb tűzeset rögtön az év elején, januárban történt Szegeden, a Hunyadi téren. Gázrobbanás volt egy családi házban, amely teljesen megsemmisült a nagy erejű robbanás és a tűz miatt. Májusban pedig egy tiszaszigeti családi ház égett le teljes terjedelmében, itt is több mint 5 órán át küzdöttek a lángokkal az egységek. Egy szegedi családi ház oltása szintén több órán át tartott. Itt a tetőn elhelyezett napelemes rendszer is lángolt, amely nagy mértékben nehezítette az oltást. 35 esetben panelház valamelyik lakásában keletkezett tűz, ez 9%-kal több, mint 2021-ben. 13 alkalommal a kéményből indult ki a tűz,
tűz, ami kettővel kevesebb a korábbi év kéménytüzeihez képest. 10 kigyulladt épületben gázpalackok is voltak, amelyek nehezítették az oltást. A tűzzel érintett otthonokban elenyésző számban volt csak füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, ekkor még van idő a kisebb tüzet eloltani, vagy biztonságban, sérülések nélkül kimenekülni és a tűzoltókat hívni. A szénmonoxid érzékelők hazai elterjedése ezzel szemben másokkal kedvezőbb képet mutat. 2022-ben 81-szer hívták a tűzoltókat szénmonoxid miatt, ez 14%-kal több, mint egy évvel korábban. Az esetszámok növekedés egyértelmű oka, hogy egyre több otthonban van szénmonoxid érzékelő. Az érzékelők terjedésének köszönhetően 35%-kal csökkent a mérgezések száma, összesen 11 ember szenvedett valamilyen mértékű szénmonoxid mérgezést. Az év során egy ember vesztette életét a mérgező gáz miatt Vármegyénkben. A szénmonoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz nem kap elég levegőt. Minden olyan fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet egy mérgező gáznak, amelynek látható, elérhető az égéstere. A tragédiák elkerülés érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, és érdemes egy szénmonoxid érzékelőt is beszerezni. A ProArteli Táncakadémia 2022-es évéről kérdeztük Skupca Török György Melindát. A ProArteli Táncakadémia 2022-es évéről kérdezzük Skupca Török György Melindát. Köszöntelek, beszéljünk egy kicsit a tavalyi évről, fontosabb események, rendezvények számotokra, mik voltak. Hát igen, a 2022-es évünk elég tartalmas volt. Rendeztünk ugyanúgy nemzetközi táborokat, itt nemzeti táborokat, volt ugye a ProArt gála, ami ugye a 40 éves évfordulónak az ünneplése volt, ugyanakkor a Kistelek Open, tehát folyamatosan történnek az események, főt művészeti iskolás versenyeket is rendeztünk, és amit ugye szeretnék nagyon megköszönni, hogy a támogatóink voltak, akik ugye lehetővé tettek, hogy ezeket a rendezvényeket megcsináljuk, a Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT és a miniszterelnökség. Ugye nagyon szépen szeretnénk megköszönni ezt a lehetőséget, ugyanis ugye elég nehéz időket élünk, és ez a támogatások nélkül valószínű, hogy nem is lehetséges, hogy ilyen rendezvényeket csináljunk. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Kistelek városnak és a támogatást. Ők is sokat segítenek a rendezvényeink megszervezéséhez. Az első volt ugye a téli táborunk, ahol nemzetközi tánctanárok jöttek Olaszországból, Németországból, Angliából, a párosok is ugye nagyon sok országból. Emlékszem, hogy pont sajnos a háború előtt meg itt voltak ugye az ukránok a táborunkban, aztán rá két napra, vagy hogy sajnos kezdődött a szörnyűség, a háború. Aztán a nyári táborunkban is ugye voltak többen. Amiről esetleg beszélnek, ugye a gála, ami nagyon sikeres volt, 250 vendégünk volt, gyönyörű bemutatókkal, szerintem egy nagyon látványos minőségi est volt, mindenki élvezte, a szüleim főleg, mert ugye ez főleg nekik volt, ez a 40 év ünneplése. Aztán a Kistelek Openre készültünk nagyon, ami két rangos kategóriában rendeztünk, ugye World Open, standardből és latinból is, ami szerintem még emelte az est minőségét, vagy az atmoszféráját, hogy volt egy élő zenénk, volt egy élő énekesünk, aki ugye a táncosoknak énekelt, úgymond a döntőbe, úgyhogy nagyon hangulatos verseny volt. Ezután még volt ugye külföldi versenyeken vettek részt a párjaink, azok is nagyon jól sikerültek. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a 2022-es év az szuperül sikerült. Mik várhatók erre az évre? Ugye tanfolyamjaitok is vannak, azok folytatódni fognak, és milyen versenyekre készültek? Igen, a 2023-as évünk is tartalmas lesz, mert ugye a naptárunkat be is töltöttünk néhány programmal. Lesz ugyanúgy művészeti iskolás versenyünk, a táborok most lesz február 14-15-16-17 a nemzetközi téli táborunk, már ugye elkezdtek sokan jelentkezni. Ezután majd májusban tervezünk megint egy művészeti iskolás versenyt, és majd szeretnénk egy ProArt
úgymond táncestet is. Ezeket a dátumokat majd pontosítok még. A nyáron pedig ugye nyári tábor, lesz gyerekeknek is nyári tábor, lesz nemzetközi nyári tábor, úgyhogy, és szeptemberben persze a Kistelek Open, úgyhogy szeretnénk, hogyha ugyanolyan mozgalmas lenne ez az év is, mint a tavalyi. Új tanfolyamjaink, ugyanúgy megvan a mazsorett, a mini balett, akkor a felnőtt társas tánc tanfolyam, már ugye alakult egy felzárkozó csoport is, mert ugye többen jelentkeztek. A hölgyeknek ugyanúgy a Lady Latin, ami az is nagyon sikeresnek mondható. Úgyhogy a tanfolyamok folytatódnak, lehet felzárkozni bármikor. Újabb most per pillanat nem lesz, de szerintem ez is elég. Azt hiszem, mindent elmondtam. A pontos dátumokat majd szeretnénk minél előbb kirakni a honlapunkra, ahol látható lesz, és persze a reklámozást is. Úgyhogy reméljük, hogy minden összejön, és megint jó rendezvényeket fogunk szervezni.